Tárgyalás sorozat van. A ellenzéki frakciók kértek negyed órát, egy óráig nem tudtak álláspontot kialakítani, utána pedig azt kérték, hogy holnap folytassuk a tárgyalásokat. Mi erre nyitottak vagyunk, mi azt reméljük, hogy a holnapi napon megállapodás jöhet létre. Magunk részéről konstruktív javaslatokat tettünk, még a 4 évvel ezelőtti megállapodáshoz képest is, ami szerintem szintén egy konstruktív megállapodás volt, úgyhogy szerintem jó esély van arra, hogy a holnapi napon a megállapodás létrejöjjön. Önök elvitáznak vagy egymásra? Azt kell mondjam, hogy mi jobban kijöttünk velük, mint ők egymással. Tettek egyébként konkrét javaslatokat? Tehát akár lehet több bizottsági, tagsági hely, vagy a bizottságok számán módosítanak, vagy minden még? Amíg nincs megállapodás, addig egy tárgyalásozatban minden lehetséges, tehát részletekről nem tudok most tájékoztást adni. Mennyi? Nem értem a kérdést. Bizottsági tisztségekről, bizottság számáról kell megegyezni. Közel van a megegyezés, de az ellenzék még nem bulintott rá, véletlenül azért, mert egymás közt nem jutottak megegyezésre. A kormánypártok az ellenzék számarányához képest méltányos javaslatot tett a bizottsági struktúrára, a bizottsági tisztségek elosztására. Köszönöm szépen a figyelmet!